Sziasztok, Dani vagyok, és üdvözöllek titeket itt a Benzintemető csatornán. Folytassuk legutóbbi videónkat, ahol megnézhetjük a fennmaradó 8 legrosszabb faceliftelt autót. Vágjunk is bele! Hyundai Tiburon, de itt a haveroknak Európában csak kupé, ugyanis ennyivel elintézték nálunk a furfangos nevét. Szerintem, aki annak idején játszott a Need for Speed Underground szériával a 2000-es évek elején, annak ismerősen fog csengeni a Tiburon név, de tudtátok-e, hogy ennek az autónak volt egy elődje is? Bizony, a képen látható rafinált arcú járgány olcsak mondható alternatíva volt azok számára, akik kisebb büdzséjük ellenére valami izgalmasabb formára vágytak. Két ajtós modell kezdetben kemény 130 lóerővel rendelkezett, de később a bátrak már kérhették 140-nel is. A rengeteg elérhető aftermarket kiegészítő igazi államautóvá változtatta a boly racerek szemében, néhány spoiler, aztán már fel is tudta venni a versenyt a kiskörúton a Fiat Puntókkal. A cég is látta ezeket a förmenvényeket, és szerintem erre próbáltak reagálni, hogy már gyári állapotában is izgalmasabb legyen a célközönség számára. Az autó hátulját úgy igazították, hogy minden visel rendelt Vin Diesel szája szélét nyaldossa. Nagyobb spoiler, szélesebb lökhárító, nagyobb díszlyukkal, mint valaha. Oké, nyilván látták, mire van igény, de lássuk, mi lett az autó elejével. Szóval ez egy pók ihlette design, oldalanként nem kevesebb, mint 5 lámpával. Jól hallottátok, az autó elején összesen 10 lámpa van. Hát sajnos ez sem volt elég eltántorító erő a rizsrakításoknak, ugyanis továbbra is érkeztek a különleges darabok. Helyezzük át ugye ezt a sztorit Amerikába. Adott egy fiataloknak szánt, megfizethető áru autó, ami szépen idővel elkezd feledésbe merülni. A General Motorsnál tudják, hogy valami drasztikusra kell elszánni magukat, hogyha életben akarják tartani az autót. Chevrolet Cavalier, itt kezdődött minden. Az ábrán mellékelt libafos színű kupét 1995-ben indították útjára, melynek a kissé nyakatekertebb, érdekesen változata mindössze egy évvel később jelent meg, a Pontiac testvérmárka alatt. A cég valami izgalmasabb formát akart, ami jobban felkelti a fiatalok figyelmét, és ez sikerült is. A forma kicsit hajazott az akkoriban elég vad Pontiac Firebirdre, nyilván rezsicsökkentve. Egyedül ezt a hátsó, teljesen rossz helyre rakott spoilert kellett volna megszüntetni, amikor 2003-ban faceliftre adta a fejét a cég. Az autón ekkor gyakorlatilag mindent megváltoztattak, de igen, jól tippeltek, a spoiler az maradt. Itt hagyom ezt a képet, hogy emészszétek kicsit. Hát a felnéket konkrétan egy Saab 9-3 inspirálta, valamint majdnem elértük az előző autó rekordnak számító 5 lámpáját is oldalanként. Az egész eleje azt a benyomást kelti, mintha a készítők egy zsákból találomra húzkodtak volna ki alkatrészeket, és ami a kezükbe került, azt kötelezően rá kellett tenni az autóra. Tedd rá azt a lámpát! De azonnal! De nem passzol! Megbeszéltük a szabályokat, kihúztad a zsákból! A hátulja pedig ezt a V alakot öltötte magára, mint amikor valaki nagyon összeszorítja a fenekét. Na igen, dupla adag lámpához dupla adag antenna is dukál. And the largest engine in its class. Autó eredeti formája elég jól szerepelhetett a kasszáknál, mert összesen 8 évig futott, ami elég ritkaság, de a rázfelvarrás után szinte azonnal a második modell évben be is futcsolt az egész. És emlékeztek még az alapját biztosító Cavalierre? Na hát vele sem volt kényes a sors keze, körülbelül ezt a tekintetet látja az ember minden másik nyugdíjas Facebook profilképén, de a hátulját még jobban megrongálták. Minden márkának megvannak a lenézett típusai. Bármennyi pénzt is adjon egy autóért az ember, annak mindig lesz valami érdekesebb, picit különlegesebb változata. Ezért kell nagyon vigyázni, hogyha az ember a termékpaletta aljáról válogat, mert előbb-utóbb sajnos a többiek emlékeztetni fogják rá. Képzeljétek csak el, vesztek egy Porsche-t. Na ez a beszéd. Na jó, amit meg tudsz engedni magadnak, és hát... Igen, szívesen villognál vele, hogy váó, srácok, vettem egy Porsche-t. Egyszerűen nem mersz, mert amint valaki rákérdez, hogy pontosan milyen, egyből bajba kerülsz. Mondd csak, milyen Porsche-t is vettél? Régi Boxstert. Az
előbb említett első boxer ugyanazt a szerepet tölti be az átrag emberek között, mint a Gallardo a gazdagok körében. Mind a kettő autó eszméletlenül fontos volt a cégek számára, hiszen a csőd széléről hozta vissza őket, viszont a saját közegükben nem voltak elég izgalmasak ahhoz, hogy hencegni lehessen velük. Míg az átlag emberek egyszerűen csak nem vesznek komolyan egy 200 lóerős kabrió kis autóval, addig a gazdagok egyenesen lelkedbe fognak tiporni, amint meglátják, hogy egy Gallardóval akarsz az elit klubhoz tartozni. Na ezt nem látta jönni a tulaj. A bárból hazafele, ahonnan elzavarták, egész úton a sértő szavak és a lenéző tekintetek gyötrik. És itt jön a legnagyobb gond. Ezek az autók nem okoztak elég nagy feltűnést, márpedig az ember pont azért vesz Lamborghint, hogy kiemelkedjen az utca reményvesztett emberei közül. Az elégedetlen ügyfeleknek egyetlen megoldása maradt. Vagy bazári utángyártott alkatrészekkel megszórni minden jobb sorsa érdemes Gallardót. Nézzétek ezt a borzalmat, Reventon Buddy Kit az autón, nevetséges, de tényleg undorító illesztési hézagokkal, és mondhatjátok, hogy jó van, Danikám, hát ezt most valaki legyártotta, de hát ilyet mégis ki az Isten menne, de higgyetek nekem, láttam egy ugyanilyet pár hónapja Olaszországban az utcán, ezért tudtam egyáltalán megtalálni ezt a képet az internet sötét bugyraiban. Idővel a Lamborghini is érzékelte, hogy valamit kezdenie kell a megkorosodott formával, ami először 2008-ban jól is sikerült. De később már nem csak a tulajdonosok, hanem maga a cég sem hagyta tisztességesen megöregedni, majd elengedni az autót. Mikor már mindenki az utódot várta, a bemutató eseményen a Huracán helyett egy újabb Gallardo variáns mutattak be, de az Aventador stílusú összeháromszögezett lökhárítókkal. Csodás. Srácok, 2013-ban már senki nem akar 2003-as autót venni. Micsoda? Akura? Miről beszélsz? Na, így már kezd hasonlítani? Most? Gondoltam, ugyanis ez egy nálunk nem forgalmazott márka. Az Acura Honda luxus divíziójaként indult 1986-ban, ami annyit akart, hogy az amerikai kontinensen is elérhetővé tettek néhány olyan példányt, amit itt Európában nem lehetett kapni, valamint az itt is kapható autókat kint egy A betűvel árusították H helyett. Itt Európában az RL csak Honda Legendként ismert, a képen látható 95-től forgalmazott verzió a mai napig fellelhető a magyar utakon, és ez tulajdonképpen egy V140-es S-klasse Mercedes klón volt a maga idejében, még a felnén sem voltak hajlandóak változtatni. A következő generáció már nem másolatként érkezett, hanem önálló formaként, ami nagyon jól sikerült. Az arányok, a forma, minden teljesen rendben van, már-már furcsa, hogy hol vannak a japánoktól megszokott keszekusza vonalak, amik meghatározták az ő 21. századi tervezési stílusokat. 4 év után elégelték meg a vállalatnál, hogy normál sem néz ki a legnagyobb szedányuk, ideje volt valami radikálisabb, egyedi formát keresni. A stratégák elkezdtek kutatni, milyen tárnem ihletett még autóformát a történelem folyamán, és a munkája ki is fizetődött, mikor ráleltek erre. Igen, a több milliós fizetéssel honorált mérnökök verejtékes munkával ráleltek, hogy még senki nem mintázott autót diótörőről, így el is vágtak a többi gyártóknak, mielőtt mással vádolták volna őket. Megint. Az eredmény magáért beszél, azonban ekkora cég annyira bízott ebben a dizájnban, hogy az összes autójuk diótörősítve lett. Honda Accord, RDX, MDX, na szóval értitek. Ki vesz manapság sportautót? Hát az, aki feltűnést akar vele kelteni. És szemre való autóval rengeteg reakciót fogsz kiváltani az emberekből nap mint nap. Valaki a bőrödbe bújna majd, valaki pedig a pokorra juttatna. Milyenkor a reakciód? Hát kit érdekel, mit számít, mit mond a másik? Pedig higgyétek el, nagyon is számít, hogy egy egész napig szidnak állandóan, nem fogsz el jól aludni este. Pont emiatt nem merték sokan megkörnyékezni idehaza a Peugeot RCZ-t, mert a kirívó forma alatt nem tudott elég különleges dolgot felmutatni. Micsoda sportautó, hány lóerős? Mit számít az? Biztos nagy motor van benne, minimum 3 literes. Hát persze.
Nézzétek, szerintem ez az autó nagyon jól néz ki. Rendben vannak az arányok, domborított üveggel pedig csak a tuskabinban találkoztam eddig, valamint engem még a 308-as Peugeot elején sem zavar, mert egyszerűen passzol. Viszont garantáltan csalódást fogsz okozni azoknak, akik megkörnyékeznek valami technikai csodát remélve, mert ez az autó ilyen téren sajnos nem nyújt semmilyen pluszt. Csalódtam benned! Innentől kezdve pedig csak egy vagánykodni próbálkozó kisember maradsz mások szemében, ami garantáltan eszedbe fog jutni lefekvés előtt. Peugeot-nál valószínűleg a facelift alkalmával ezért is próbálták elkülöníteni a dizájnt a társaitól, valamint belengedték, hogy érkezni fog egy nagy motor is a jövőben. Jól hangzik, igaz? Na jöhetnek a kiábrándító tények. Nagyobb motort nem kapott, csupán egy nagyobb turbót az apró 1.6-osra, valamint tokát. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok veled, de nekem ez az elhízott tekintettel még kevésbé nyújt sportos hatást, és nem vagyok egyedül, mert 2013-ban Magyarországon egyetlen példányt tudtak értékesíteni. Feltűnősködő autók után beszéljünk egy kicsit az ellenkező oldalról, hogyha szeretnél eljutni A-ból B-be, anélkül, hogy bármiféle megjegyzés, sanda pillantás érjen, neked egy Skoda kell. Márka évek óta szállítja a semleges, szürke hétköznapi autókat. Itthon szinte minden cég ezt vásárolja flottáiba, úgyhogy csak úgy hemzsegnek az utakon. Véleményem szerint a cég több mint 100 éves fennállása óta az Octavia tükrözi legjobban ezt az irányelvet, és bár nehéz volt válaszolni a képen szereplők között, mégis a jobb oldali 2013-asra tenném a voksom, ha a legunalmasabbat kéne kiválasztanom. Nincs rajta egy vonal sem, amire felkapná az ember a fejét, hogy bármiféle érdeklődéssel töltené el. És ez így is van rendjén, tökéletesen teljesíti feladatát. De mit hozott a modellnek a frissítés? Cifra szétválasztott lámpákat. Innentől véget is ért az inkognitó, a titkos autózgatás a múlté. Nem ússzad meg, hogy ne vegyenek észre. Ha ezt valaki meglátta, azonnal ráförmett. Hey, mik azok a lámpák? Milyen autó ez? És egyáltalán ki vezeti? A jó öreg hetes, igazi ikon a filmiparban, a múltja mégis egy hatalmas hullámvasút. A gondok akkor kezdődtek, mikor a BMW elkezdett kilépni a komfortzónájából, és úgy gondolta, jó ötlet lenne lecserélni ezt a formát egy felpüffett vízi hullára. Fáradt táskás szemek a reggeli presszó pultjánál ülve. Klassz inspiráció. Tudtátok, hogy 2002-ben, mikor megjelent a BMW E65-ös, az elődjének felszökött a használt piaci ára? Mindenki próbálta menteni a mentetőt, hiszen látták, hogy ha a BMW zászlós hajójának így elszúrja a dizájnját, valószínűleg ez magával fogja rántani a többieket is. Ez pontosan így történt, de ez most nem az a történet. Ugorjunk az időben 2014-re. Ekkor mutatják be a Vision Future Luxury tanulmányautót. Nevében utal rá, hogy ez fogja meghatározni a következő hetes BMW-t. Jön a csavar, nem így lett. What a twist! Már a következő évben érkezett is a nagy közönségnek szánt példány, ami... hát semmiben nem egyezett az elődjével. Mondhatni biztonsági játékot játszottak a tervezők, de be is jött rengeteget lehetett látni belőle az utakon, még hazánkban is. Pár év múlva valaki megtalálta a szemetesben a képeket a korábban említett konceptről, majd eszébe jutott, hogy ezzel is kezdhetnénk valamit. A legnagyobb gond, amikor ilyen agresszív vonalú tanulmányautókat próbálnak meg integrálni az utcai forgalomba, hogy a formát valahogy át kell rugdosni mindenféle biztonsági előírásokon, plusz még a pénzünknél is kéne maradni valahogy, ezért szoktak nagyon meggyengülni kinézetben a végső változatok. Hát sajnos esetünkben ennyit sikerült kihozni az aktuális áldozatból. Borzasztó, hogy mennyire elüt a disznóor az autó többi részétől. A BMW-nek erre az volt a válasza, hogy megértik, ha Európában nem kell majd egy jó ízlésű embernek se, de nem is érdekli őket, mert Kínában a hirtelen meggazdagodott felső társadalmi rétegeknek még nem alakult ki elfogadható ízlésvilága, nekik csak az számít, hogy minden minél nagyobb, csillogó meg fényűző legyen. A szépség utólagos. Ezután készüljetek, mert hogyha a mostani hetes láttán nem kap el a hányinger, jövőre a BMW megpróbálja megtörni az edzettebb gyomrúakat is. Meg nem valósított tanulmány után következzen egy autó, ami megtartotta az eredeti formáját. A 2000-es évek közepén az összes amerikai gyártó egyszerre mutatta be a retro külsejű üzemautóját. Mustang, Challenger és alanyunk a Camaro.
tanulmány után 2009-ben így indult útjára, és egészen 2016-ig bírta, amikor leváltotta utódja. Az alapformához nem nagyon mertek nyúlni, tipra az eladási számok nem igényelték, ezért is furcsa, hogy 3 év múlva mekkorát kockáztattak, amikor az autónak konkrétan eltüntették az elejét. Ha nem tetszett nekik, hogy eddig volt arca, miért nem vették le egyszerűen a régi lökhárítóját és kezdték el árulni anélkül? Sokkal költséghatékonyabb lett volna, mint megfizetni a bohócot, aki ezt tervezte, így az autó csak egy darabjaira hulló Michael Jackson imitátor maradt, amit remélhetőleg gyorsan kijavítanak majd. Köszönöm szépen, hogy velem maradtatok a videó végéig, remélem, hogy a legtöbb autóval egyetértetek velem. Ha mégsem, hát írjátok meg kommentben. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok! Hey.